Ismeretlen tettesek mintegy 200 méternyi fát vágtak ki a Palicsi bekötő út egy szakaszán, mindez védett területen. A rendőrség bűnvádi feljelentést tett az ügyben. Még mindig a földön hevernek azok a farönkök, amelyeket a hétvégén fűrészeltek ki illegálisan. A nyárfák a Palicsi bekötő út mellett sorakoztak. A fasor közterületen húzódott, kivágásuk engedélyhez van kötve. Az esetet a helyi mezőőr vette észre pénteken reggel, aki ezt azonnal jelezte Osztrogonás Simonnak. Szabadka városi tanácsának mezőgazdasággal megbízott tagja értesítette a kommunális rendőrséget, ők azonban nem találták meg a helyszínt. Délután folyamán aztán a mezőr újra jelentette nekem, hogy itt mozgást lát, és hogy különböző emberek mozognak a területen. 6 óra tájékán jöttem én ide, és hát a most látott prízor az még ettől sokkal drasztikusabb volt. Itt egy egész sor nyárfa, a szélvédősáv az úton hevert, és hát 6-7 ember motorfűrészekkel vágta a fát. A Palicsi rendőrséget értesítettem, a rendőrség bizonyos idő után meg is jelent. Természetesen mire a rendőrség ideért, addigra a helyszínen lévő munkások elszögdöstek itt a környéken. Ezt követően a rendőrség éjszaka is felügyelte a területet, hogy a bűncselekmény jeleit megóvják. Ennek ellenére szombaton folytatódott a fák kivágása. A helyszínre egy teherautó érkezett, amire a kivágott farönköket pakolták fel. A farönköknek egy részét föl is pakolt, amire a rendőrség újra megérkezett. Természetesen elkobozták a gépjárművön lévő farönköket, amit a helyi lerakatba leraktuk, ezután jegyzőkönyvek készültek, most folyamatban van a kár fölbecsülése. Palicsi rendőrség még péntek este nehéz lopás miatt az ügyészségen eljárást indított. Az ügyészség elkezdte a nyomozást, természetesen ugye a rendőrséget bevonva. Most a legfontosabb folyamat a hétfői nap folyamán, hogy egy bírósági szakértő fölméri a kárt. A kivágott fáknak szélvédő szerepük is volt, az anyagi mellett tetemes az eszmei értékük is, az illetékesek számára az elkövetők is a megbízó személye ismeretlen, a nyomozás még tart.